Sporthíreink következnek. Gyümölcsöző az együttműködés Bondár Anna és a Hajdúszoboszlói Sportegyesület között. A világ 91. legjobb női teniszezője a jövőben is városunk színeiben versenyez, sőt, a Hungaroszpa reklámarcaként városunkat népszerűsíti majd, míg stábjának egyik tagja a jövőben a teljes HSE tenisz sikereiért is dolgozik. Aki Annával szövetséget köt, együttműködik, annak számára garantált a siker, de úgy tűnik, hogy ez nagyon jó abban a viszonylatban is, hogyha valaki Hajdúszoboszlóval köt szövetséget, kedves Anna. Tehát ez mindenképpen egy jó választás volt, a felek örülnek egymásnak. Így méltatta Bodó Sándor államtitkár a művelődési központban Bondár Annát, aki a 2021-es teljesítményével a világ legjobb 100 női teniszezői közé került. Gondoljunk csak bele, a világ összes női teniszezője közül egy valaki Hajdúszoboszlóhoz köthető, itt van ma velünk. Hát a városnak nagyon sok kiemelkedő személyisége van, múltban is volt, jelenben is van, jövőben is lesz, hiszem, de azért bizonyos területeken a top 100-ban lenni azért az óriási eredmény. Bondár Anna és a Hajdúszoboszlói Sportegyesület közös munkája másfél évvel ezelőtt kezdődött. Akkor, amikor Anna a világ 300 legjobbjai közé is alig fért be. Tavaly a pandémia alatt volt egy tenisztorna, a legjobb 6 női teniszezőnek Magyarországon, és ott ismerkedtem meg jobban itt az itteni emberekkel, és nagyon jó kapcsolat alakult ki, és rövid időn belül meg is állapodtunk, egy együttműködést kötöttünk, hogy ideigazolok. Ők próbálják segíteni és támogatni a fejlődésemet, én pedig szeretnék minél több inspirációt a gyerekeknek ezzel visszaadni. Az együttműködés pedig úgy tűnik, működik, mert tornagyőzelmek, szép helyezések következtek a közös úton. Tumbász József, a HSE tenisz szakosztály vezetője szerint az egyesület egyfajta biztonságot ad a teniszcsillagnak. 3 tornagyőzelme, több döntős, elődöntős helyezése volt, sőt Abu Dhabi 500-as WTA tornán főtáblára jutott, US Openen 2 selejtezőt is nyert, tehát az ő szerepe is megvolt, de ezt a támogatást azt igyekeztünk megadni neki, hogy semmi más legyen gondja, csak edzeni kelljen, és a versenyekre koncentrálni. És egy nagyon-nagyon sikeres, nagyon jó, tehát olyan évet zártunk, amire senki nem gondolt. Talán titkon még Anna sem remélt ilyen sikeres esztendőt. Idén egyéni tornagyőzelmet ünnepelt Wiesbadenben, Buenos Airesben és Santiago de Chileben is. Az áttörést egyébként Argentínában érte el, ugyanis a legjobb 100 versenyző közé itt került be a világranglistán. A WTA 125-ös tornagyőzelem most karrierem legnagyobb tornagyőzelme, ami Buenos Airesben volt. Ez tényleg a szívem csücskén található most. Nagyon sokat dolgoztam érte, úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és úgy gondolom, hogy ez a sok éves kemény munkának az eredménye most beérett, de remélem nincs itt a megállás, és szeretnék tovább lépkedni a top 50 felé. A világ legjobbjai közé vezető úton a hajdúszoboszlói gyerekekről sem feledkezett el Anna. Sikerei ugyanis segítettek népszerűsíteni e sportágat városunkban is. Így aztán, amikor itthon edzett, akkor rengeteg gyermek figyelhette minden mozdulatát. Többször is lejött Hajdúszoboszlóra, és gyerekedzéseket meglátogatta. A gyerekek edzésén segített, akár szakmailag, sőt, beállt velük ütögetni is. És ez egy olyan motivációt, olyan pluszt ad a gyerekeknek, hogy körülbelül olyan 25-30 gyerekünk lett most ebben az évben, akik a teniszt választották. Ceglédi Gyula polgármester a Hungaroszpával történt egyeztetés után fontos bejelentést tett. Egyeztettem a Hungaroszpá igazgatóságának elnökével, és ők szeretnék, hogyha te konkrétan vállalnád az ő arcukként a mi turisztikai kínálatunk megjelenítését, és hát ők ezt nagy örömmel fogadnák. A polgármester szerint egy világsztár játszik Hajdúszoboszló színeiben. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy ő a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tagjaként versenyez a világ különböző pontjain, és viszi városunknak a hírét. Azt is jelenti a város számára, hogy a teniszsport újra fel fog lendülni, hiszen valamikor nagyon sokan hódoltak ennek a sportágnak,
ha időnként, amikor hazalátogat, az ő tudását, az ő hozzáállását, az ő személyiségét át tudja adni a szoboszlói fiataloknak, akkor joggal remélhetjük azt, hogy itt hamarosan ezek a fiatalokból új tehetségek fognak kinőni. Persze nem csak a fiatalokra lehet jó hatással, Anna. A tenisz ugyanis egy kortalan sportág. De lehet, hogy én is most új impulzust kapok ezáltal, és újra kézbe veszem a teniszütőt, és kijárunk egy kicsit a baráti körrel, vagy a feleségemmel szoktunk néha ütögetni, és akkor az egy nagyon jó, kellemes kikapcsolódás, jól el lehet benne fáradni, tehát nagyon, nagyon kellemes egy jó sportág, amit kortól függetlenül nagyon sokáig lehet űzni és művelni. Anna a jövőben is szeretne minél többször Hajdúszoboszlóra jönni, ám a jövő évi versenynaptára már korán sem biztos, hogy megengedi ezt. Ez lesz most az első évem a Top 100-ba, úgyhogy most kicsit más lesz a versenynaptárom az előző évekhez képest. Lehetőségem lesz több nagyobb tornán elindulni, de remélem és szeretnék majd azért minél többet ide is lejárni, és tényleg a gyerekeknek inspirációt nyújtani, és amivel tudom segíteni a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tenisz szakosztályát. A jövőben azonban nem csak Anna fogja segíteni a HSE szakmai fejlődését, hanem Pataki Márk is, aki a versenyeken is segíti a teniszcsillagot mindenben, amire szüksége lehet. 3 éve találkoztunk újra, akkor lett ebből egy párkapcsolat, és nagyjából egy 1,5-2 éve kezdtem el jobban foglalkozni a teniszével, illetve utazni, amikor a volt edzővel befejezte a közös munkát. Nem volt kivel dolgoznia, nem volt kivel utaznia, azóta segítek mindenbe, ahol tudok. A sajtótájékoztatón jelentették be azt is, hogy a jövőben a HSE tenisz szakosztályának szakmai munkájáért is felelős lesz. A fejlődés több területet érinthet. Egyik legfontosabb feladatom az lesz, hogy az egyesületet összekössem a Magyar Tenisz Szövetséggel, mivel én legtöbbször Budapesten vagyok, és a Magyar Tenisz Szövetség székhelye is ott van, illetve ott is szoktam oktatni, ezért a legfontosabb célom az, hogy a velük való kapcsolatot tartsam. Továbbá megpróbálnám Hajdúszoboszlót egy olyan szituációba hozni, hogy esetleg magyar vagy akár nemzetközi versenyeket is rendezzen, ezáltal még több gyereket tudnának a helyi edzők, a helyi egyesület bevonni, és ezzel tudna fejlődni a legtöbbet véleményem szerint a helyi tenisz élet. Egy az általa említett torna megrendezéséhez az infrastruktúra fejlesztését is szem előtt kell tartani. Erre pedig már vannak kezdeményezések is városunk és a sportegyesület vezetői részéről. Kezdeményeztük Marosi elnök úrral, a HSE elnökével, a Tenisz Szövetség alelnöke irányába, hogy szeretnénk egy személyes találkozót kérni, ahol átbeszélnénk, hogy milyen lehetőségek nyílnak a szövetség részéről abba az irányba, hogy legalább 2 versenypályát tudjunk létesíteni, megépíteni, annak érdekében, hogy szabályos előírások szerinti pálya álljon rendelkezésre, ahol versenyezni is lehet. De ezek még csak távolabbi tervek. A közeljövőben inkább még érdemes Anna játékára koncentrálnunk. Januárban ugyanis élete első főtáblás Grand Slam versenyén ragadhat ütőt Ausztráliában. Igaz, járt már itt korábban is, de ez a helyzet most mégiscsak új lesz. A maga az Australian Open helyszín az ugyanaz lesz, viszont biztosan más lesz a légkör így főtáblásként oda visszamenni. Eddig csak selejtezőt játszottam, várom már nagyon, és kíváncsi vagyok, és várom az új kihívásokat. Mi pedig innen is szorítunk Annának, hogy akár már az Ausztrál Openen közelebb kerüljön a világ közvetlen élmezőnyéhez. Fordulatokban gazdag mérkőzésen 3-2-re nyert az Aqua General Hajdúszoboszló a DVSC második csapata ellen a Nagyerdei stadionban. Hiába került 2-szer is hátrányba Csillag László együttese, Máté János 2 szabadrugás góljával végül maga javára fordította a találkozót. Ez pedig azt jelenti, hogy a 4. helyről várja a tavaszi folytatást a csillaglegénység. A debrecenieknél pedig ecsegi a kapuban ez. Sokat játszott, egy sérülés azonban picit hátráltatta a fejlődését, mostantól a szoboszlóiak ráadásul, talán ha lehet azt mondani, közben egy szép lövés és egy 11-es szituáció. Perc büntető a Kislokinak, és be is lövi Sármány, 1-0-ra vezet a Kisloki. Lássuk a szögletet, a rövid saroknál és egy nagy védés, ott van még a helyzet. Nagyon veszélyes szituáció, veszélyes helyzet, de
Ott a lövés, és egy óriási védés Mészárostól. És ugye Csillag Lászlónak tennek volt a születésnapja. Hát lehet, hogy egy győzelemmel örvendeztették meg a őket, és ott az egyenlítés, gyönyörű akciót követően kiegyenlít a Hajdúfogosból, megindul előre. Sárgalapos balla, és ebből ezzel viszont ki lehet lépni. Talpaló, ott a lövés, óriási védés. A második félidő elején aztán némileg váratlanul ismét megszerezte a vezetést a hazai együttes. Védőink nem voltak a helyzet magaslatán, ezt használta ki Talpalló. Mészáros ezúttal tehetetlen volt. Vezető egyébként a mérkőzést. Nem sárgalapozza szét a találkozót, inkább a kommunikációra törekszik. De hát vannak az úgynevezett fejlődők. A 62. percben Máté János úgy tette le a labdát, mintha egy büntetőhöz készülődne. Letette, ellőtte a labdát a sorfal fölött, az pedig a hálóban kötött ki. Ismét döntetlen volt az állás, de nem az egy pontért jöttünk a megyeszékhelyre. Aztán a másik oldalról is szabadrugáshoz jutottunk. Máté János ismét letette a labdát, majd pedig kipókhálózta a bal felső sarkot. A kapus hiába úszott a levegőben. Ekkor a mérkőzésen először vezetett a kékmezes csapatunk. Üres, jó a labda, ott a lövés, nagy védés, ohó, mi maradt ki, te jó ég! Hát itt volt egyébként az egyenlítésre a lehetőség. Nagyon jól érkezik a város, amely egy pontot gyűjtött már. Ez pedig picit eltolódhatott a védelem, majd végére emlékszem pontosan, ugye, hogy középről kitették a bal szélsőnek, és akkor ott hát elindultam abban a pillanatban, szerencsére sikerült hozzáérnem, bár nem láttam, hogy hova pattan a labda. Utána viszont, amikor megfordultam, láttam, hogy így esik el keresztbe a kapu előtt, aztán megérkezik egy piros mezes, de szerencsére nem tudom, hogy picit magas volt, de már nem bírta nagyon irányítani a fejest, és így nem sikerült neki egyenlíteni. Édesapámmal nagyon sokat gyakoroltuk a pályán otthon rögzített szituációkat, meg hát úgy egyéb szituációkat is, hogy akár csukott szemmel is érezzem a kaput. Tele volt ilyen gyakorlat is, amit gyakoroltunk, hogy úgy, hogy nem nézhetem a kaput, úgy kell eltalálni. Nekem a... Nyugtass meg, hogy most szoktad figyelni a kaput. Szoktam természetesen. A legfontosabb feladatom nekem az, hogy feltegyem az ira a pontot és gólt szerezzek. Tehát mondhatni erre készültem egész életemben, hogy gólokat rúgjak. Ahhoz, hogy én gólokat rúgjak, kell egy csapat, megfelelő taktika, megfelelő csapatjáték, és eljutni addig, hogy gólt tudjak rúgni. Ott a 16-os előterében pedig próbálom gólokkal segíteni a csapatot, vagy gólpasszokkal. Egyébként gólpasszokból is 6-7 gólpasszt sikerült talán kiosztani, tehát tényleg mindegy, hogy kirúgja a gólt, csak nyerjünk. Nagyon érdekes mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy a Szoboszló jobban dominált, erősebb csapat is, tehát ez nem kérdés. Viszont szinte helyzet nélkül úgy lehoztuk a mérkőzést, hogy az ellenfélnek nem is nem volt helyzete. És hogyha nekünk azért volt 3-4 nagy lehetőségünk, akár ott az első gólunk után. Természetesen nem voltam boldog, meg most se vagyok az, mert úgy gondolom, hogy ebben a meccsben minimum az egy pont benne volt. De ha tömören kellene értékelni, és röviden, akkor a mezőnyben, a játékban nagyobb minőséget mutatott a Szoboszló, viszont a helyzetek alapján azt gondolom, hogy akár a 3 pont is, de az 1 pontra mindenképpen rászolgáltunk volna. Nem egy alkalom volt, mikor a csapat felállt hátrányból, és nyilván tudtuk, hogy mit akarunk játszani, ez a mérkőzés elején volt, és úgy gondolom, hogy tudtunk rá válaszolni. 1-0 volt rögtön az elején, aztán egyenlítettünk, így lett félidő, és hát a második félidőben némileg váratlanul szerezte meg a vezetést a Debrecen? Igen, egy nyilván hibákból lehet gólt elérni természetesen. Tanúságos volt ez a kapott gól is, utána már ezt megoldottuk jobban. Hát tudni kell, hogy mi rúgtunk szögletet, és nem először volt már ilyen, mikor ezeket a labdákat mi szereztük meg, de rosszul döntöttünk. És ebből váratlanul szereztek vezetést. Nem estünk kétségbe, úgy gondolom, hogy a csapatnak az eleje mutatja azt, hogy onnan álltunk föl. Hát igen, az első fordulóban, ugye amikor jöttünk és itt játszottunk Szoboszlón, akkor azt talán úgy fogalmaznék, hogy furcsa volt, és érdekes. Erre a meccsre már én ugyanúgy készítettem a csapatot, mint bármelyik másik mérkőzésre, tehát semmilyen plusz terhet nem akartam rájuk tenni.
Egy kicsit még most is érdekes, de nyilván ezen már túlléptünk, ott abban a mérkőzésben, vagy akkor ugyanúgy csak a mérkőzésre koncentrált, ugyanúgy egy más bán, egy más ellenféle játszottunk volna. A labdarúgás egy nagyon szép sportág, és ki kell szolgálni a közösséget, játszani kell, nincs belőle probléma, hiba van, nincs baj, egyszerűen menni kell tovább is, küzdeni kell. És nyilván azt látni kell, hogyha például egy két gólos hátrányba kerültünk volna, akkor az már nehezebb lett volna a Loki ellen. De szerencsére nem kerültünk, és sikerült egyenlíteni, majd a végén meg feltettük az írapontot. Én úgy gondolom, hogy újoncként nagyon jól helytálltunk, sőt, még talán kicsit felül is teljesítettük az elvárásokat, mind a nézők által, mind ugye bajnokságban a többi csapat által, ahogy számítottak ránk, hogy újonc csapat, ugye azt hitték, hogy nem leszünk ennyire elől a tabellán fél szezonkor, de van hátra ugye még a bajnokságból 18 mérkőzés tavasszal, azért az sem lesz egyszerű, megpróbáljuk megtartani ezt a jó formánkat, és esetleg egy kis szerencsével akár, hogyha úgy alakulna, megpróbálnánk a dobogóért küzdeni, de az a lényeg, hogy tartanunk kell nagyjából ezt a formát a bajnokság végig, hogy nem szabad leengedni, nem szabad rossz szériákat, sok meccses rossz szériákba belemenni, mert gyorsan vissza lehet csúszni, ugye látjuk, hogy szűk ott a tabella, szoros a tabella, negyediktől a hatodik, hetedik helyig ott azért elég szoros. Mint ahogy mondtam, nekem ez a feladatom, a gólszerzés, de tényleg azt kell mondanom, hogy a csapat nélkül nem tudtam volna egy gólt rúgni, tehát nagyon fontos az, hogy olyan rendszerben játszunk, ahol eljut hozzám a labda, és ezeket gólra tudom váltani. Én az ire a pontot teszem fel, ezt megpróbálom a lehető legjobban. Az, hogy most ez a legtöbb góllal tudtam segíteni a szezon során a csoportba, ez csak egy jó visszaigazolás, hogy jó munkát végeztünk, az egész csapat. Effektíve nincs is elénk semmilyen olyan magas elvárás téve, ami tényleg nyomasztaná a csapatot, vagy akár minket. Itt a legfontosabb elvárás az, hogy minél többet játszanak a fiatal tehetségek, és a felnőtt futballhoz szokjanak hozzá. A 14. hely az egy picit azért okoz nekem csalódás, mert amely meccseket megnyertük, talán a török-szentmiklósi mérkőzés kivételével, mert ott ugye az utolsó percekbe szereztük a győztes gólt, azokat a mérkőzéseket szerintem simán is megérdemelten nyertük. Viszont több olyan mérkőzés is volt, akár a Békés Csaba ellen, akár a Tája ellen, és én ezt a meccset is ide sorolom, ahol bőven szerezhettünk volna pontot, vagy akár pontokat, és ez már az előbb említett, ugye aki látta a mérkőzést, ezt a mérkőzést is látta, hogy két kicsit ilyen buta szabálytalanságot követtünk el, az ott a fiatalos lendület, vagy a fiatalos hév elvitte az egyik játékosunkat, és megcsinálta azt a 17-8 méterre azt a teljesen felesleges szabálytalanságot. Úgyhogy nem vagyok azért elégedett, mert én azt gondolom, hogy 6-7 pont kényelmesen benne maradt a csapatba, de viszont, hogyha meg összességében nézzük, ahogy elkezdtük, és ahogy most vagyunk, és a játék képe, azt gondolom, hogy lépett a csapat előre mindenképpen, és szervezettebben játszunk. Ezt szerintem most is lehetett látni, hogy azért az egyik legjobb csapata a bajnokságnak, akivel játszottunk, a Szoboszló, és effektíven nagyon helyzetet nem is tudtak kialakítani. Tehát szervezettségben mindenképpen léptünk előre. Úgy gondolom, hogy taktikailag egyre érettebbek vagyunk, és képesek vagyunk bárki ellen jó teljesíteni. A Barcik ellen is jól játszottunk, megdicsérték a csapatot, természetesen vereség lett a vége, de akkor is azt tartottam fontosnak, hogy a csapat futballozzon, játszon, mert mi igazából mi a közönség miatt vagyunk. Ez olyan, mint egy színház. Tehát az előadás nagyon fontos. És hogyha a csapat tudja, hogy mire számíthat, azt véghez viszi, akkor az eredmény is megvan. Hogyan értékeli a mögöttünk hagyott 20 mérkőzést? Mi az, amiben a csapatnak mondjuk még javítania kell, illetve mi lesz a cél tavasszal? Megtartani ezt a negyedik helyet, vagy pedig azért merjünk nagyobbat álmodni? Hát nem hiszem, az utóbbi nem hiszem, hogy nagyobbat álmodjunk. Azt kell tudni, hogy nyilván az újonc lendülete van bennünk. Természetesen azért itt össze kellett állítani egy jó keretet, és így csapattá formálni. Nagyobb
odafigyelést igényelünk majd. Úgy gondolom, hogy jobban fel fognak belőlünk készülni, mi nekünk is más kell majd játszanunk, nem fogunk eltérni a filozófiánktól, ugyanezt a játékos futballt szeretnénk, és néha alkalmazkodni is kell az ellenfélhez. Természetesen ez majd kiderül, abba bízom, hogy egy téli felkészülés után sokkal több játékosom a keretből, fiatalok is felnőnek ez a feladathoz, és sokkal jobb játékosra válnak. Úgyhogy nagyon bízom a csapatba, hogy ha nem is jobb, de ezt a pozíciót meg tudjuk tartani. De hogyha 2-3-at esünk hátra, akkor sincs semmi probléma, hisz egy tanuló évünk van.